És üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel elérkeztünk a második napjához a negyeddöntőknek, elsősorban a Skócia-Francia-ország meccsel kezdjük el a mai napot, utána meg ugye ennek a meccsnek a nyertese fog találkozni majd ugye a Hollandia-Belgium meccs nyertesével, ugye itt a franciákat mondják az emberek az esélyesebb csapatnak ugyebár, és ugye a franciák is az egész EB körülbelül legesélyesebb csapata. Skócia meg már most, és ezt kimondom, negyedik percben Franciaország megvezeti a vezetést, megkezdi a meccset egy góllal, és megszerzi a vezetést, Mbappé assist, Griezmann gól, hamar itt a negyedik percben már nem bírják ki a skótok. Szóval azt akartam mondani itt a gól előtt, hogy Skócia már most nagyon büszke lehet az országára, büszke lehet a játékosaira, mivel még ők sem akarják nagyon elhinni, hogy idáig eljutottak, és a franciák ellen játszottak a negyed döntőbe. De Griezmann góljával, hát idáig tartottak a továbbjutási remények valószínűleg. Ezen a francia válogatottan nehéz lesz átmenni. De, ahogy láttuk már idáig is, lehetnek meglepetések. Mbappé. És ott van még, Griezmann elé oda pattan, de a skótok kihozzák a labdát. Hát nem hiszem, hogy olyan sokáig tudnak menni. Itt a középpályáig se tudják elhozni a labdát, mert nagyon ott vannak a franciák mindenhol. Letámadnak. Nagyon jól passzolnak, nagyon jól támadnak, nagyon jól védekeznek. Esetleg egy pár darab helyzetet talán lehet Skóciának. De így, hogy a franciák már a meccs elején megszerezték a vezetést, nem tudom, hogy mennyi mindent tudnak a skótok hozzátenni ez a meccshez. Gilmore előtt a labda, ott van még megint. Nem tudom, hogy mivel próbálkozott az Aston Villa középpályása. Magnannál van a labda. Mbappé-nek híveli előre, de a skótok talán az ilyen fejpárbajba bízhatnak. Jön Gilmore a félpályán, Henry. Hogyha esetleg a skótok előtt lesz egy-két helyzet, azt mindenféleképpen ki kell használniuk, mert valószínűleg, hogy nem sok lesz az ilyen lehetőség. Theo Hernandez hozzáállt a másik oldalra a labdát, és próbálja megtalálni a társakat. De amúgy itt vannak a skótok is, egy picit letámadnak, de nem annyira, mint a franciák támadtak le. Upamecano kapja közben a labdát. Nem nagyon tudják megtalálni az embereket, a társakat. Próbálnak itt passzolgatni a franciák hátul. Nekik amúgy bőven elég ez az 1-0 is, mivel akármennyire is legyen az eredmény, tovább jutnának. Gilmore. Henry. Gyakran lassan vége az EB-nek. Mindenféleképpen írjátok meg, hogy esetleg itt nálunk, a mi kis saját EB-nken, ki nektek az ilyen kedvenc kis csapatotok, esetleg ki fogja megnyerni a mi EB-nket. Meg szerintetek ki a legjobb játékos, vagy kapus esetleg ezen a tornán. Barcola pedig kap egy sárga lapot a francia oldalon, és jöhet egy jó beadása a Robertson. Ott lehet a fejes, Tchouaméni fejeli ki, és mi történik? Kezezés volt a skót játékosnál, úgy Franciaország jöhet szabadrúgással. Azt hittem hirtelen, hogy 11-es vagy még egy skót szabadrúgás lesz, de a skótoknál volt a szabálytalanság. Theo Hernandez. Griezmann ezen a mérkőzésen a középpályán kezdett, és középpályán játszik. Bár még tényleg annyira sok jó játékos van ebben a francia válogatottban, hogy igazából a B csapatukkal lehetne egy külön csapatot indítani ezen az EB-n. Mbappé, ott lehet a második gólra a lehetőség, visszapasszolja Dembélének, és ott a Griezmann második gól. Most is Mbappé próbálkozásából lett a gól, de nem Mbappé adja a gólpasszt Griezmannnak, hanem Dembélé. De Griezmann a 44. percbe megduplázza a franciáknak is az előnyét, és a góljainak a számát is.
utolsó lehetőség itt a félidő végén. Ezt a skótok megállítják, és le is fújja a bíró az első félidőt. Kettő Griezmann góllal, 2-0-ra vezetnek a franciák. Ha esetleg szeretnéd látni a második félidőt is, vagy a többi meccset, nem sok van hátra már, nem sok itt a döntő, mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, dobj egy lájkot erre a videóra, és esetleg kommentbe várom, hogy legközelebb milyen sorozatokat szeretnétek látni a csatornán. A franciák megkezdték a második félidőt, és Griezmann ugyebár sok négyes van ott a neve mellett, mert a 4. percben, meg a 44. percben szerezte a gólokat. Lehet, hogy a 4-es a kedvenc száma is amúgy, ki tudja. Chey Adams, Tchouameni belenyúl a labdába és megszerzi, Barcola Tchouameninek vissza, esetleg, kiről ment ki a labda, Chey Adams közben lejön a pályáról, skótok dobhatnak, Shankland érkezik a pályára, Henley forgolódik hátul, passzolja Hendrynek, hasonló nevek ott hátul, nem összekeverni a kettőt, Bill Gilmore. Gilmore, nagyon sok francia van előtte, és nem is tudja társához passzolni, de Kanté megtalálja a szélen a Barcolát. Barcola, és szöglet lesz belőle. Francia szöglettel jöhet a folytatás az 59. percbe, közben pedig Gilmore helyére érkezik Armstrong, frissít a skót válogatott, hát ha találnak gólokat, vagy legalább egyet, hogy szépítsenek és megtalálják azt a reményt még ebben a mérkőzésben. De hogyha esetleg itt a franciák majdnem úgy forgolódtak, hogy ott lehetett volna a lehetőség a harmadik gólra is, hogy a harmadik gól megszületne, akkor most már tényleg ki lehetne jelenteni, hogy a franciák tovább jutottak. Bár mondjuk lassan így is ki lehet. Megint. És megint elveszik a franciák. Ide már nem elég a skót válogatott. Úgy tűnik. De ők már örülnek annak is, hogy itt lehetnek. Ott lehet a helyzet, és ott is van a harmadik gól. A gól passza után Ousmane Dembélé megszerzi a negyedik gólt. A harmadik gólt, már egyet többet adtam a franciáknak. Harmadik gólt megszerzi Dembélé a meccsen. És még 22 perc van hátra, úgyhogy ez a gól ugye bár a 68. percben történt. McTominay megint előtt a helyzet a beívelésre, de ott van Hernandez, Barcola, esetleg egy csúnyább vereség is lehetne ezen a mérkőzésen, már mondjuk most se szép annyira a skót szurkolók szemébe ez a látvány, bár mondjuk a franciák ellen mit várunk, kevés csapat az olyan, aki meg tudja fogni ezt a válogatottat. Henry esetleg ki tudja hozni és megtalálja a Shanklandet, Armstrong indítaná a társat, de ott is ott van Theo Hernandez, Barcola, ott van Mbappé, talán nem volt les, ezen a meccsen Mbappé még nem rugott gólt, talán itt lehet a lehetőségre. Barcola, Theo Hernandez, ott lehet a lövés, nincsen, Griezmann-nal lehet, hogy meg akarják rugatni a Mester 3-ast, Dembélé forgolódik, Koundé-nek passzol, és jön a Koundé, a Barcelona a védője ugyebár, Tchouameni, Mbappé, nagyon eldugják a labdát a franciák, nem tudják megszerezni a skótok, de kivágják. És Barcola helyére jön Coman, és a skócia is cserélt, mert Henry lett megsérült közben. Griezmann, Theo Hernandez, ott lehet Coman előtte a lehetőség, aki most lát be ugyebár, Christie érkezett közben skót oldalon. És nem Henryt cserélte le amúgy a skót edző, hiába jelezte, hogy megsérült. Bírja még, kibírja ezt a pár percet már. Mbappé, és ott van, megszerzi gólját Mbappé,
Most már erre a mérkőzésre nem kellett neki a maszk. De 90. percben 4-0-ra jön Franciaország. És 2 perc hosszabbítás. Talán és Kóczi előtt itt lehet egy helyzet a beadásra, egy lehetőség. Ott van még Shankland vissza. Ezt a bíró lassan meg fogja unni ezeket a passzokat. Robertson, és véget vet a bíró a mérkőzésnek. Skócia nagyon örül, hogy idáig legalább eljutott, talán egy kis szomorúság van bennük, hogy nem tudtak eljutni az elődöntőig, bár mondjuk szerintem annyira nincs. Franciaország pedig egy sima győzelemmel, 4-0-val tovább jut a következő mérkőzésre, ugye az elődöntőre, ahol Hollandia-Belgium párosnak a nyertesével fog találkozni. Hogyha azokat a meccseket is szeretnéd látni, mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, dobj egy lájkot erre a videóra, találkozunk legközelebb. Sziasztok!